Nyár, a világ legszebb évszaka. Csak a strand, a pihenés. Herobrine! Madarak csicseregnek, minden békés. Slenderman! Egyszerűen minden békés, vége van az iskolának, mindenki játszik a barátaival. Hol áll, szenvedés? Hát igazán ez a nyár vár ránk, igazából lehet a második rész, ahol megpróbálunk egy egész évet túlélni egy Minecraftban. Vágjunk is bele! Vannak, mászok a tető, meg mind azt a mindenét! Vásároltuk vajonöltő Dr. Gonosz mintás termékeket, póló, pulcsi, mörintet, amit el tudok képzelni. Vásárolj most, és legyél te a legmenőbb. Ez jó bevezetés, van az, ami tetszett. Nagyon. Még itt egy üzé. Ez a sorozat jó, csak szeretnék többet írom rá, de cuki. Na jó van, vágjuk is bele, srácok. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én XP vagyok is a mai videóban. És itt folytatjuk a challenge-eket. Ahogy látjátok, itt vagyunk igazából, ott írja, hogy Summer Day 1/8, szóval ismételten túl kell élnünk egy napot. Na Zoli, több dolgot is terveztünk, te csinálj egy mob farmot, én meg csinálok egy vas farmot. És srácok, mivel több mivel több népszédulát is sikerült összeraknunk, amúgy ezt a backpacket most kölcsön veszem. Látjátok például, hol vannak? 7 darab népszédulánk van, barátom, 7 darab! Nagyon sok! Tudom. Ezért úgy döntöttem, hogy egy nagyobb farmot szeretnék mindenféleképpen összehozni most. Pontosan ezért igazából úgy döntöttem, hogy először egy kőgenerátor segítségével, ha már rengeteg földünk van, építsem földből amúgy. Jó, srácok, földgenerátor off, úgy döntöttem, hogy akkor csak egy vasfarmot, mondjuk felmegyünk a hegyre, vagy nem tudom. Ó, megeteted majd a haverokat, létszé. Én nincsek, most követ. Jó, rendben, majd légy szíves, etesd meg az állatokat. Én pedig addig igazából elmegyek, és szépen szerintem mondjuk azt, hogy egy nagyobb vasfarmunk legyen. Ilyet még nem csináltam, szóval engem is érdekel, hogy milyen lehet. Mi volt ez a hang? Na mindegy. Itt valahol szerintem jó lesz. Itt jó sok cuccot tudunk majd tervelni. Először viszont jó, itt van nem a vizes fedor, hogy fel tudjak majd vinni vizet. És akkor vált az építkezés. Pá, jó, oké, 64 földpipa. Ha látlak, szia Zoli! Szia! Lululul! Én ütegetek neked, te féreg! Miért nem ütegetsz vissza? Szerintem lassan ilyen magas amúgy bőven elég lesz igazából. Ja, nagyjából ennyi elég. És akkor kíváncsian várom, hogy ezt hogy lehet amúgy majd megoldani. Furcsa lesz, de megpróbálom megcsinálni. Ilyen magas szerintem elég lesz. És akkor az a tervem, guys, hogy most én elkezdek képelkétkezni két oldalra. Nem is tudom milyen távolságban legyenek. Szerintem kb. Hát ilyen távol nagyon elég lesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, az így ugyanilyen hosszú. 7, 8, 9, nagyon jó, illetve a következő oldalra is. Nagyon jó, na, és akkor srácok, biztos gondolkodtok, hogy hogy az Isten veré mélybe lehetséges ezt megcsinálni. Úgy tervezem, hogy akkor szépen igazából ide csinálok egy gyönyörűséges részt, mondjuk így valahogy, hát nem tudom, hogy érdemes, valahogy így szerintem jó lesz. Hát ez egy kicsit lehet nagy lesz, de szerintem megteszi. Itt lesznek az ágyak, itt lesz a zombi, és akkor igazából most ezt szépen körbeépítem, és akkor minden oldalon lesz légében egy kis vasfarm, és a vas pedig középen lesz majd megcsinálva. Elég gondolító lesz ez a föld oszlop város itt mellettünk, de nem baj. Szóval ágyak, és akkor itt lesz majd a haverunk, így né. Szerencsé, hogy Zoli ennyi földet ütött ki, mert nem lenne most miből építkeznem. Itt pedig a falusiak, nagyon ügyesek vagyunk. Fákjából rakok azért párat a haveroknak, nehogy már itt szenvedjenek fényhiányban. Ez lesz az egyik része, igazából itt még akkor kell egy 1, 2, 3, 4, 5. Ez akkor itt lesz a hatodik rész. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ez tökéletes, akkor ezt csak körbe kell igazából fedni. Az így amúgy nem rossz. Most akkor a cuccokat kiveszem igazából a... hogy hívjákból? A hátizsákból. Amúgy ez tök jó, hogy nem foglalja el, azért ez tényleg hasznos. És ha jól sejtem, akkor hogyha most ezeket szépen ide lerakom, akkor... what? Valamit elszámoltam, guys? Lehetséges amúgy. Vagy ezt lehet, hogy ide kell rakni, hogy így, ide és ide? Léci! Ez az jó, akkor jó, 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 ott ugye két helyének ki kell maradnia. Most pedig jöhetek igazából a táblácskák. Hoztam fel? Jó, úristen, hoztam fel, jó, nem is keveset amúgy. Jó, akkor ide jöhetek a kis táblácskák. 1, 2, 3, 4, illetve a földblokk pedig ide is jön egy-egy. Paf, és akkor jön, úgy, de részem egy ebetűt is, hogy lássák, hogy kivel van dolguk. Jó, és akkor igazából ide pedig már jöhet is a láva, nem szabad kifolynia. Nagyon jó, és akkor most igazából ezt az épületet mind a négy oldalt meg kell csinálnom, ennyi lesz a dolgom, szóval vágjunk bele, let's go.
Na guys, ahogy látjátok, hosszú munkálatok után itt van a 4 darab mini vasfalt, de ez gyakorlatilag ugye még nem működik, ezt a mindenki számára egyértelmű. És most szerintem leugrok, ugye először leengedem a vizet, hogy majd valami fel tudja mozni a falusiakat. És srácok, a lényeg az, hogy most ez jó sok falusi kell, pontosabban igazából 12, amit nem nagyon tudunk ugyebár mi csak így random így összekaparni. Ezért Zoli, szaporítsuk szerintem, hozzunk el ketté falusot, és szaporítsuk őket, nem? Azt akkor az... itt van, szaporítatjuk is, olyan itt izé, ások egy nagy izét, vermet. Jó, rendben, az jó tudni, csak ugye lejövök a vízesésen. Remélem itt nagy este mindjárt megtámad valami. Jaj, úristen, de jó kiszentisztem. Na, itt is vagyunk, guys, és jön fel a nap, nem tudom, már D2 van. Igen, már egy napig építettem ezt a hatalmas tornyot. A mai videóban ezek kívül majd minden szépképpen szeretnék Claymort, ami ilyen robbanóanyag, illetve toposóak, tehát ami szintén, hogy hívják, egy robbanóanyag. Ezek a tervek, srácok, de ezt a farmot meg akarom csinálni, ez mi? I'm watching. Jó neked, tesó, hogy nézel minket. Jó neked. De videóinkat watchingolod, vagy mi? Mi ez a hang? Jó, remélem semmi. Meg majd a Netherbe is elnézhetnénk, de egyelőre megnéz az Zoli, mit alkot. Ez micsoda? Mit lesznek a falusiak? Én előre gondolkodtam. És ekkora hely kell nekik, a telnek, meg megkapták ezt a kis helyet? Ez nem tudjuk túl logikusnak. Igen. Akkor Zoli, elindulunk kalandozni igazából? Itt Bört azt még kéne szerintem. Akkor falukeresésre fel, azt igen, mondod? De amúgy, ja van elég búzánk, de majd egy kertet még összepattintatnánk majd valami, ahol már el fog fogyni a búzánk egy idő után, amúgy, az a baj. Gyertek, jó. Gyertek, egyétek, mert ez az én testem. Meg majd enchantolás, azért jó sok dolgot tudunk igazából az alap Minecraftban is jelni, amit eddig nem nagyon csinálgattunk. Ami ez a kártyás, hogy ezt tetszik, ezt a tök menő amúgy. Nem, nekem nem tetszik. Akkor leszarom, igazából nem nagyon érdekel. Na, vágjunk bele, go Zoli, induljunk meg erre a kalandra. Jössz akkor, keresünk meg, hogy hol van falu a legközelebb. Illetve, csónakokat még csinálok, várjam, azt kell. Amint rengeteg táblát is kiültetnénk, hogy I'm watching you, I see you. Ha ekkora izé vagy... Nem fogom. Ha ekkora izé, hogy mondják ezt ilyen... mi az már, stalker, hogy mondják ezt magyarul, kukkoló vagy, akkor gyere ide, szemtől szembe harcolj velem. Gyere Zoli, induljunk meg szerintem nagyjából arra, aztán majd megnézzük, hogy miket tudunk találni. Kettő falusi a cél. Mert én vagyok most a főnök. Jó, legyél te a főnök, bánja a fene, csak közben ugye a... És akkor támadás! Mit támadsz? Ez mi volt? Annyit látom, hogy megütöttél egy malacot, azt meg, üzém, felrobbant egy villámtól, rendben. Ez is. Istenem, komolyan mondom, véna vagy, jó, menjünk. Mit csak a növények nem akarnak megtámadni. Amúgy tényleg itt minden támad, kivéve a növények, az ami szürreális. Mi volt az a bányahang? Zoli, itt a falu! Nem, ez mi az Isten, ez hogy nem vettük eddig, ez mi? Ez egy halászbástya. Mi ez, ez a halászbástya? Persze, hogy ott van valami bánya is mellette. Ott egy falusi, hát akkor várjam, ez mi a fene? Itt van mellett, az ágyat is elhozom, amúgy elhozott létsz az ágyat. A búzáikat is lopd el, meg mindenét, meg azt a komposztálót is. Léci, te ott! Oké, ez normális falusi, szóval ez itt van a házunk mellett! És ez mi? Jó. Itt találtam valamit, ez mi a picsa, várjál már. Jó, csak ne halljak meg. Ez itt egy bánya, gyere le, szak menni, csak jó meredek amúgy, de lejöttem. Ez mi? Itt vagy, jössz? Szia! Aha. Jól van. Majd mindjárt azok a falusiakat, de ezt meg akarom nézni, hogy ez mi a fene. Milyen menő hangja van amúgy. Oké, amúgy... ez már egy falusi megvan, ami nem rossz, de ez itt... itt van kemence. Aztán szín, az kell. Nézd! Van itt valami jó loot. Biztos, hogy van, szóval menjünk. Meg amúgy alapban az is jó, hogy nem kell majd ezen túl leásnunk. Deep Dark. Zoli! Tudod mi ez itt? Tudod mi ez itt, haverom? Ez itt a Warden haverunk, ez itt a jó öreg Warden. Sajnos tudom. Ez a spanunk már itt van, közben a szenet azt mindegyik ládában azért kilapom, mert van vagy 5 millió szenük, szóval nem rossz. Ott van egy gyémánt, azért csak kéne már kaparnom. Ezt kiszedjük akkor, ez egy darab? Egy darab gyémánt, jól van, nem, vagy legalább ilyenünk is volt. Ja, a bárányok hallgatnak. Jó, jön a Warden, szóval szerintem kicsit visszamegyek most már. Menjünk fel, hozzuk el ezt a falusit szerintem, mielőtt jön a Warden. Oké, milyen menő szemünk van ezeknek a falusik? De várjál, van itt kettő falusi! Ott van még egy... What the hell, tessék, akkor várjál, belerakom neked ezt egy csónakba, nagyon jó, állj már meg! Léci! Jó, várjál, kicselezi. Oké, várjál, ezt belerakom, ez bele fog menni. Na, menj bele, Léci, ez benne van, jó.
Ez most... Ne is velem! Jó, várj, okosan kell, hogy ne alakuljon át. Oké, nem alakult át. Nagy arcuk van amúgy, nagy grimaszolnak nekünk. Ez meg van az egyik, várjál. Jó. Az vidd is, az vidd is. Jó. Oké. Másik is megvan, jó, nice, Zoli, indul a mandula. Jó, menjünk. Jól van, induljunk meg. Én akkor szépen erre indulok. Hogy milyen menni, hogy pont a házunk mellett, pont két falusi, itt vagyok, itt van a házunk, itt vagy jobbra. Pont a házunk mellett, pont két falusi, ez zseniális amúgy, úgyhogy ilyen közel. Hát igen, nagyon szerencsések vagyunk. Hát ja. Na, ügyi-bügyik vagyunk, itt van mindkét falusi, csak az egyik már leadta a munkáját. Zoli, akkor azt ne intézd, jó? Csinálok kenyeret, meg egy farmot szerintem elkezdek, majd egy ilyen kis kertecskét, hogy nem van termeszteni dolgokat. És akkor igazából tök ügyesen ezt meg is csináltuk. Közben amúgy, hogy ez mi ez a Bad Omen? Na mindegy, ez nem számít, kit érdekel. Szépen akkor csinálok akkor nekik tényleg most egy kertecskét, hogy legyen végre valami olyan dolgunk, amit tudunk termeszteni. Magból amúgy nincs sok, de nem baj. Itt legyen akkor már, ezt kicserélem a követ. Jó, adjak földet, van egy csomó föld. Tessék. Mi legyen a falusiak neve, az originál falusik neve, mit gondolsz? Géza és Béza. Ádám és Éva. Legyen, hogy azért, hogy ők teremtik majd a populációnkat? Rendben, nyomassuk akkor. Akkor már egy helyet ki is hagyhatsz a víznek majd, amúgy, de mindegy. Mi ez a hang? Most szaggatok, vagy te is hallod ezt a izét? Nem, én is hallom. Ez mi a fene? Nem tudom. Ez mi? Du-du-du-du-du. Ezek egyben rémisztő, meg amúgy ilyen fura. Ez nem tudom mi volt, srácok, ez nem izé én voltam, de az vicces volt. Ez mi volt? Én mondom, hogy darált, elkezdett valaki fúrni, a falusiak már dolgoznak, vagy nem tudom. Izé ütve fúróznak. Na. Amúgy az mi, Zoli, ami azt írja ki, hogy raid? Ja, hát egy raid. Mi már két falus egy falunak számít, vagy mi? Nem tudom. Mindegy, be vagyunk biztosítva ugyebár, mert körbe vagyunk a rakva kerítéssel, szóval biztos, hogy Zoli mindenhol jól raktad a kerítést. Így van, nem fognak plusz... bejönni. Ó, szóval zombi, látod, ő se tud bejönni. Így amúgy megöljük őket lazán, ja. Csak ők nem bírom megütni, mert szalad kell össze-vissza. Mert téged akarnak. De állj már meg! Amúgy tudod mit kéne? El kell menned a dörbe azt az égetős követ kihozni, azt körbe rakni még a kerítés alját azzal. Ó, amúgy tényleg. Azt magukat megölnék. De ez tök íz, ez simán letoljuk, Zoli. Most úgyis fel tudom menni a vasszettet, mert este van. Toljunk egy raidet? Jó, menjen. Várjál, oké. Akkor nyomassuk, csak kell még kenyér. Aztán simán megoldjuk, csak a... remélem jön majd valami rombolósa, mert a szétszed mindent amúgy. Hol van az a maradék egy? Fogalmam sincs, körülnézek amúgy. Csak ne öljék már meg a falusiainkat, arra figyelj, mert ugye biztos, hogy nem tudnak bejönni sehonnan máshol, ugye bár, ugye Zoli, ugye, mert jól raktad el a kerítés fixen. Így van, így. Na ott jönnek, de az már ilyen démoni, Zoli, vannak itt ilyen démoni haverok is, figyelj már, hát. Ilyen démoni haverok. Hát ezek milyen, gyere, hagyjad már a zombikat, itt fönn, nézd. Fönn mennek, vannak ilyen démoni, például ez. Jó, köszönj, engem is megütöttél. Ezek mekkora csicskák? Megölik a zombikat is, meg minden démoni haverok tüné. Ne! Gyorsan! Jó, fedezlek, de ez jó, csak fedezlek, jó, nyugi, ami annyira nem vészes az ég a raid eleje, csak rak vissza, most... Zoli! Nem bírom. Az hirtelen raktam le. Jó van, még fönt vannak amúgy, még szóval simán letoljuk, csak este kéne, mert utána meg reggel lesz, az esélyünk nem lesz izélni amúgy. Ezek már megtanultak fütyülni is, vagy mi? Meg mi volt az a villámlás, Zoli, ne? Ez mi? Itt egy angyal vágod? Villámos haver! Csak úgy, hogy ne rombolj az itt semmit, Zoli! Ne! Jó, ne, oké, a kerítés az mehet, csak a blokkok ne. What? Itt a kerítés se jó. Nem tudom, inkább kap be a jumpscare, de amúgy... Zoli! Zoli, mi az Isten ez? Kapok egybe kapok ilyen blind effekteket, meg üldöz engem egy kőszobor! Visszavonulás! Visszavonulás, túl sokan vannak, bejutottak mindenhova! Jó! Zoli, ez... Nem. What the hell? Zoli, itt vagy! Gyere be a házba! Azoknak falusiaknak gatya. Nem tudom... Elteleportálódtam! Azért, mert itt van egy angel! Itt van egy kőangyal, vagy mi ez? Rakok vizet. Jó, itt vagy a házba?
Aha. Jó van, oké, meg... Itt amúgy kiütődött egy blokk. Mi a picsa? Jaj. Itt is kifolyik a víz, hogy ez is mi? Ja, oda folyik ki, várjál már. Meghalt az egyik falusi. No, jó, gyere vissza, gondoljuk át a helyzetünket, az most nem annyira kedvező nekünk. Szóval, kiütődött a kerítés, vannak ilyen kőangyalok, akik itt néznek téged fölötted a háztetőre felmásztak, azt vágod. Mi van? Ott van, nem látod? Ott fölötted. Van, bejött a raid, megölték a falusjainkat, de azok nem baj, mert újra fognak spawnolni, onnan hoztuk őket. Mi lenne a legrelevánsabb döntés? Az, hogy alszunk, és reggel a mobok eltűnnek, és megöljük őket, nem? Ez tűnik a leglogikusabbnak. Igen. Oké, okay, alvás akkor, alvás. Közben mászik megint egy angyal ott föl, na mindegy. Kicsit viszont... Meg a fagynak aludni. Ja, a lényeg az, hogy szerintem most itt az idő, egy diakardot összedobhatunk magunknak, most eljött az idő, Zoli. Mit gondolsz erről? Közben most kapok ilyen blind effekteket, meg ilyeneket. Most én is. Nem tudom mi ez, már egyre bonyolultabb ez a rohadt játék. Közben melegem van. Mi? Kifolyt a víz? Mi az Isten ez? Hol folyt ki a víz? Ez kiütötte ki? Te ütötted ki? Nem én. Amelyre ütöttem volna ki? Ja, közben melegem van a saját lakásomba. Jó, Zoli, megvan a kardod, meg mindened? Megvan. Akkor nézzük meg, hogy mit tudunk kezdeni az életünkkel, jó? Belevágunk? De haverom, itt másznak fel az angyalok rád, amúgy ezt tudod? Nem tudom, de mindegy, vágjunk bele, go! Ha rájuk néz az angyalok, akkor nem fogjuk bántani, jó? Kezdjük azzal, hogy ezeket szépen megölöm, oké? Okay. Emlékszel még milyen taktikát használtuk az original fogba? Az angyalokat nem lehet izéni! Nem, akkor lehet csak, hogyha rájuk nézel, és akkor nem követnek. Jó, az ennek milyen rémisztő feje van, jó? De nem hát kettő van! Hát tudom, nézed kell őket, akkor támadnak. Oké, okay, Zoli, van egy B-terve, hozd ide azt a férget, oké? Okay. Hozzuk ki, figyelj! Meglepetés, kutyám! Ne. Meglepetés! Igaz! Itt a kint, az szépen eltalált téged, jó? Úristen, nekem is letört a szettemet! Gyere! Van itt, hogy van az a dolocska, hogy Van itt, kecekice, bum. Mi itt vannak az angyalok? Ezek nagyon betegek, nem lehet valamit kitalálni amúgy? Nem, mert én sebződök, ha ütöm. Oké, okay, akkor menjünk el, nézzük! Lávát alárakod, elolvad, vagy valami. Mi történik? El fog olvadni. Fogalmam sincsen. Nem, kijön. Vigyázz, rád is folyik majd. Na mi van? Ha láva, itt az nem olyan jó, mi hülye gyerek. Várjál, gyorsan rakok még lávát, vigyázz, hagyj olvadjon a hülye gyerek. Jó. Olvadjál ő. Ezekkel most együtt fogunk élni ezek az angyalokkal amúgy, vagy mi? Nem, elcsalom őket. Jó van. Az a másik az követ engem? Nem, az is téged követ, jó, nice, akkor én intézem a raidet, jó, te intézd ezt. De ez a darkness... Nem tudod, a darkness kapok megállás nélkül, amúgy igen, követek téged mind a kettő. De az egyik könnyű, amúgy ez a kerítés az nagyon segít amúgy, szóval ez tök menő. Ne, creeper! Megint van együk a kerítésbe! Nem tudom. Mert hogy nem, de hogy most megint van, a kerítés azt gyakorlatilag újra kell majd csinálnunk amúgy, de mindegy, a raid kövi fázis is megvan. És ennyi volt! Ez ennyi volt! Ez most nagyon könnyű raid volt, what a hell? Jó, Zoli, te hogy állsz az angyalokkal? Hol van? Nem tudom, eltűntek amúgy. Jó, Zoli, akkor te rakd vissza szépen a kerítéseket mindkét oldalról, én meg akkor addig visszahozom a falusiakat, jó? Annyit tudok ajánlani neked. Jó. Na, összevéreztem a padlót, de amúgy ettől függetlenül itt van a gyönyörűséges falusiak ismételten. És akkor igazából most járunk a harmadik napnál, és már megint ég a fejem, jaj de jó nekem. Erre nincs más megoldás, csak azt, hogy ezt a szettet viselnem kell amúgy. Hát már komolyan mondom. Nincs valami ilyen hideg víz, vagy valami, amit lehet... Fogalmam sincsen. Mindenesetre megnézem, hogy a házba alkoztak a kárt, csinálok most el valahova vizet, vagy legyen kész tiszta vízünk, aztán igazából belevághatunk most már folytatni a kalandot. Itt, ami lehet pár telnet majd megölök, hogy legyen több izénk amúgy. Na, itt lesz a szépséges kertecskénk, ez itt elkezd nedvesedni, igen, nagyon jó. Akkor ide ültetek fűmagot gyorsan. Kertészkedek, yes, nagyon sok kertészkedése. Pa, ezt is meg körbe veszem valami lappal. Mennyi cseresznye fa a deszkánk van amúgy? De hogy ütetsz ki párat, mert van szeplénk hozzá. Jó, csak akkor lehet, hogy ezt amúgy nem feltétlenül kell, hagyjad amúgy. Csak akkor szerintem ezt körbeveszem valami lappal, lehet kőlap lesz amúgy belőle. Amúgy viszont szerintem pont elég kövem lesz. Ja, aztán pont elég lesz amúgy ez.
Ahhoz, hogy körbe rakjam majd. Azt mondom, ezt így akarom majd valahogy nézni, hogy ezt így amúgy csak ennyire lesz körbevéve. Na, az ilyen több funkciós, mert hogy ki is tudunk menni, hogyha akarunk, szóval ilyen tényleg, ami tök jó, de ja, az ennyi a kertünk igazából, most szerintem ennyi búzára elég lesz. Viszont amúgy szabadon engedhetjük a falusiakat, és amúgy szaporíthatom őket, nem? Most már csak a kenyeret be kell oda dobni, nem? Nem, kell neki kágy. Ja, és nincs annyi gyapjunk! Van egy gyapjú, van két gyapjú. És ebbe a táskában, mint hogyha lett volna még öt, nagyon jó, Zoli! Van már egy ágyunk? Aha. Akkor jó, akkor megvan. Újra a fonalakból kiraktam egyet, pont. Na, megint szól ez a zene amúgy. Na jó van, most már hozhatom a kenyeret. Milyen epic zene. Elhiszem, hogy valami nagy fájtba vagyok. De nincs. Mennyi kenyér kell nekik? Mindennél több. Oké. Okay. Beosszak. Akkor köszönjük a zenét, jó volt. Na, akkor őket most már szabadon engedem. Na guys, akkor egyetek kenyeret! Itt van! Ó, nagyon érdekli ez a kenyér. Felvette az összeset! Hát igen. Ja, jó. Oké, akkor rendben, akkor én itt hagylak titeket. Na, jó srácok, elindult a vasfarm tervezés, illetve akkor Zoli befejezte újra a kertet, meg mindent, aludjunk szerintem, és akkor haladjunk igazából a napokkal, aztán majd, hol a kártya vétve, jó van, te is gyere aludni, aztán holnap majd tervezünk a következő lépést. Mind, nem aludhatunk? Azt írta valami, és hova tűnt az ágyunk? Ja, itt van nálam, jó van, nyugi bugi. Tessék, aludj. De ez mi? Akkor nem alszunk. Valaki nem engedi, hogy aludjunk. Ki az? Ki fúr este a hajnali háromkor? Hogy miatt nem tudunk aludni? Nem, nem aludhatunk! Mi az? Mi ez ágint? Mi? Ne, megint szerintem jön! Szóval? Jó, elmúlt. Bármi is volt, ez elmúlt, szóval aludhatunk. Már... Ja, mögötted! Mi? Nem áll! A kerítés! Megölt a izét is, a skeletont is. Nagyon téged akar. Nagyon jó, hogy most csak nem engem akar. Jaj, Istenem. Fuss, Zoli, fuss! Jaj, engem megütött egy zombi. Fuss, Zoli, el tudod kapni, menekülj! Jaj, rám jön! Nem, rám jön, oké. Jó, lerásztod. Na, felrobbant vagy, mi történt vele, jól van. Jó. Ez mi? Visszajöttek az angyalok is közben, Zoli! Nem már! Ez meg mi? Itt van ez is! Jó, aludjuk most már, itt van meg itt valami figyelő a ver! Basszus! Na most aludhatunk szerinted? Ragd le az ágyunkat. Jó, van már, bocsánat. Na, jó van. Komolyan mondom, minden éjszakánk olyan, mint egy rohadt izé. Horrorfilm. Meg már... Ez mi volt? Nem tudom. De megint van! Nem tudom, melyik szörny csinálja azt, hogy kiüti a jacuzzit, de egyszer megkeresem és feldarabolom, basszus. Hát komolyan mondom. Én sem tudom, de mi be akarnak jönni nagyon az angyalok. Nem tudom, meg ezért, meg minden itt van folyamatosan. Égő zombi, ez hol jött be? Ja, megint tökletet ment a kapunk, de jó. Zoli, nézd magad mögé! Nem már. De miért jöttek vissza? Jó, hogy lehet azt olyan elpusztítani, nem tudom. A másikat hogy ölted meg? Csákányjal, ezt meg ásóval lehet. Jó, hogy amilyen blokkból vannak? Aha. Ó. Na és ezt mivel lehet? Ó, ez a haver, hát ez... Csak így. Oké, okay, jól van, nyomasd akkor neki, haverom, nyomasd neki. Eltűnt. Összedobok, de nem el a kettő ízét is elcsesztek amúgy, ember. Ilyen gyűjtögető rész, na mindegy. Amúgy aztán valahol mehet egy kőgenerátor, szedjünk egy csomó követ, vagy van követ sok amúgy, mert akkor lehetne egy moffon. Már én raktam a ládába. Csak én mondom, elmegyek bányászni, mert kell az enchantoló asztalhoz. Amúgy lehet én is segítünk neked bányászni, és annyira sok mi nem tudunk csinálni, ezek itt vannak. Vagy kenyeret még szerezzünk valahonnan, majd lehet az kéne. Jó, akkor Zoli, én szerintem az mi a fene ott? Mi a picsa ez itt? Várjál már. Jó! Segíts, Zoli! Árnyékkorblokk! Aha, de mi van árnyékkorblokk, haverom? Ez így! Ah, de mi? Hagyjál! Na mi van? Ha? Hülye gyerek, komolyan, mindjárt meghalnál. Megöltem. Nézem, hogy ez csak ilyen fekete blokk volt, hogy az itt micsoda, azt írod, hogy kell, hogy akarok nőni neki belőle. Na jó, menjünk bányászni akkor, én is mondom. Hogy én körülnézek, szerezzek még búzát a faluhoz.
Ami lehet az lesz, ha körülnézem. Meg izé, meg még több ágyat. Hogy lehet amúgy megcsinálom az animal detektor, srácok, ami amúgy nem olyan rossz dolog. Oké, ezt gyorsan befettem közben. Az animal az azt csinálja, hogyha anomáliák, amit nem mutatom. Itt van, igen. Na ezt kéne megcsinálnunk. Aranyunk van. Resztonunk van, akkor ez igazából srácok megmutatná, hogy mikor jön ilyen angyal, meg ilyen anomália. Szóval szerintem most elmegyek, szedek pár téglát, és akkor ezt megcsinálom gyorsan, hogy lássuk, mikor jönnek az angyalok, meg a különböző animálok, hanem anomáliák. Szerintem úgy is lesz valahol amúgy egy haver. Az ott Clay is nagyon-nagyon jó, akkor oda le is ugrok szerintem. Gyorsan kiszedek párat, azt hiszem, hogy 3 tégla blokk kell hozzá. Ja, szóval gyorsan megvan. A harmadik Clay is, srácok, mindjárt ki is ütöm, nagyon ügyesek vagy. Vagyunk, és akkor ezzel igazából megcsinálom azt, hogy tudjuk nézni az angyalokat, mikor jönnek meg ezeket. Oh, Herobrine, szevasz! Te most más vagy. What? Ez most kicsit másfajta Herobrine volt, na mindegy, oké. Okay. Azt találtam 3 gyémántot. Ügyes vagy. Én addig csinálom ezt a cuccost. Kell hozzá ilyen cucc, ez kőre van szükségünk. Sima kövünkből van, oké, okay, kell redstone. Ezek jön ide. Ja, és ebből 2 kell, jó, ja, ez gyorsan meg lesz szerintem. Úgy, és úgy 4 aranyunk van, azért ez kicentisztet, pont annyi kell, szóval amúgy annyira sok aranyunk van. Hát ezt szedtem még. Ja, van akkor jó van. Ja, egy kis plusz díszítő elem, hogy ezt szerintem befedem teljesen üveggel amúgy. Így. Szebb. Jó, ez megvan, kell akkor egy órácska, ami itt is van nekünk, illetve kell ez is megvan nekünk, nagyon jó, és akkor gyakorlatilag minden adott ahhoz, hogy ezt megcsináljam. Még egy fa kell, de szerintem egy darab fánk, az biztos, hogy van. Na, nice, itt van anomália detektor izé, ez az. És akkor ott írja felül, hogy eddig 0 anomália detected. Most ez itt lesz a kezembe, azt látni fogom, hogy milyen anomáliák vannak amúgy. Ez egészen tetszik. És akkor igazából srácok, most már látni fogom, hogyha valami rossz történik. Ennyi, ilyen szinten jó ez a dolog. Ez mi az Isten itt ez? Ezt raktad ide ezt a cuccot? Ez eddig is itt ott volt. Ja jó, amúgy kéne majd kenyér, mert semmi kenyér nincs. Lehet, hogy a csontisztet felhasználom amúgy. Hopp! Oké, okay. Szíveznek, az jó, hogyha már szívesednek a falusiak? Aha. Gyerünk, szeressétek egymást, guys, szeressétek egymást! Jobban! Nem szeretik, hogyha nézik. Oké, akkor nem nézik őket. Kicsit rásegítünk pár kenyérrel. Ez az én élelmem, srácok, úgy egyétek. Akkor ne nézzük őket. Hogy én mit csinálom a szentrit? Szentrit? Hagyd azt, hogy segítsek. Meg az a távirányítás kell, amihez kell egy gyémánt. Megcsinálom a portable radart. Megcsináltad, de az kell a ja jó, akkor csináljuk meg azt, a radart. Akkor te megcsinálod ezt, csinálj meg a Reinforced Iron Blockot. De ez nagyon sok vas kell, nincs, hogy van annyi vasunk? Megnézhetjük, ami lehet, hogy van annyi vasunk. Jó, akkor srácok, csináljuk meg a Sentryt igazából. Amúgy van viszonylag sok vasunk. Akkor kell akkor a 3 darab vas blokk. A Sentry srácok igazából arra jó, hogy egy torony, ami lő, szóval egész jó dolog. Oké, 3 darab Iron Blockot. Adok még vasat, meg ilyet. Jó, csak már tele van az inventory, várjál. Ja, megcsinálom még a remote-ot is. Ó, köszönöm, a izét. A dispenzernek csinálod? Nem, a remote-ot. Jó, akkor csinálod. Jó, a távirányítót hozzá. De van elég gyémántunk hozzá? Bányáztam. Mi ez a hang? Valami hörög. Ti szaporodtatok már? Hát már mennyi időt kell arra várni? Jó, akkor igazából megcsináltam ezt amúgy. Csak annyi, hogy akkor ez hogy is volt, hogy itt van az a Reinforcer. És akkor ezt berakom ide. Ezt így, és akkor így ki is kész is van 3 darab. Kész van 3 darab ilyen cucc, nagyon jó. És akkor kell 2 vas, az megvan, és akkor ez hogy kell? Reinforce Cobblestone, egy i kell, van egy i-junk. Aha. Hát ezt easy-be tudok el. Jó. Gyere, öljünk pókokat akkor. Keressünk pár pókhavert. Te az asztorolt az ennyi dimidzsel amúgy, hát. De most miért? Ne! Meg itt rád! Nem! Tönkötette a kerítést. Jó van, én keresek izéket, jó? Olyan jó, hogy csak rád vegy. Jó, eltűnt. Úristen, ez a kis zombi milyen gyors. Jó, az is rád megy. És egy ugrál is. De ezek milyen gyorsak, amúgy napról napra egyre egy erősebbek amúgy, azt vettem észre, nem tudom, neked feltűnt-e. Itt vannak bárány, meg vannak hullatemetők, ezt például nem érztem, hogy kiásom. Ez mi a fene? Semmi.
De menő, hogy itt volt egy izé. De bőr, az kell. Ja, akkor azt hozza. Ja, de keresek pókokat. Egy pók, itt van egy pókom a házunknál. Ez dobott, mindjárt mondom mennyit, csak a fejeid nálam van. A kettő darabot is van egy darabunk, nem? Kész is van akkor, aha. Akkor tessék, adom ezt, aztán nyomasd a izét, azt csinálnak a dispenzert, légy. Itt van hozzá a izé is, a blokk is, meg egy darab reston is. Ezt csináld meg, mert nincs helyem, mert muszáj lepakolnom valahova ember. Amúgy tényleg a kameramonitort el is felejtettem. Milyen menő amúgy. Bang. Mjong, ezt tökre kivent a fejemből, guys. És a live, még látom, hogy hány óra van. Egy óra, mindjárt két óra van, nagyon jó. Akkor igazából, szerintem minden megvan, nem? Centrit. Centri, tudok craftolni egyet. Na megnézzük, hogy működik. A múter is megvan hozzá. Hova rakjuk? Innen jönnek többen amúgy a mobok szerintem, rakjuk ide. Működj! Az jó. Jól működik amúgy. Ne. Jó van, hostile mobsra megy only, várjál. Players only, hostile mobs and players, hostile mobs. Na tessék, most a működik. Na és akkor lövi is, nem? Ha? Aha. Na, lövi, nagyon jó, rendben. Na akkor ebből kell egy pár amúgy, szóval ezt csináljuk. És az a távirányítót megnéztem, létszik. Hát ez ilyen távolról tudod kezelni, igazából ez az, amit manuálisan tudok csinálni, csak távol is meg lehet csinálni. Ez nem rossz, de annyira nem hasznos. Kár volt megcsinálni, igazából berakom a ládába, azt ennyi amúgy. Lesz több centrink, akkor amúgy csinálhatnánk majd párat, hogyha lesz vasfarm, nem? Ez menő néz ki. Aha. Ó, van négy falusink, Zoli, nézz meg! Wow. Nice, jön valami gyorsan! Sentry! Védj meg! Védj meg minket! Ez az, védj meg Sentry! Villámlott, valami jön. Hol? Nem. Mögötted! Segít téged akar! Na a Sentry, ez a Sentry! Gyilkold Sentry, gyilkold! Halált rá Sentry, lövések! Jaj, engem is megütött most. Jaj, jó, hogy mindegyik téged van. Sentry, lőjed! Ne! Sentry! Ne, Zoli, gyorsan, gyorsan el kell oltanunk szegény Sentryt! Jaj, víz! Ez az, jó van, Sentry, jól van, nyugalom, jól van. Na, még le kell raknunk majd pár ilyen Sentry, viszont egyelőre srácok amúgy igazából most a falusiak szaporodnak. Kell még kenyér, szóval Zoli, elmondoljuk, hogy menjünk és nézzünk körül amúgy itt a közelben. Hát, ha találunk még falut, aztán onnan tudunk lopni majd szalmát, nem? Az logikusnak tűnik. Okay. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. Ó, ez ilyen menő barlang. Ó, ez tényleg menő néz ki meg, amúgy itt vannak mobok, de az is leszarom. Pa, dzsungel, én vagyok. Hogy hívták a csávót, aki egy medvével, meg egy jaguárral haverkodott amúgy a mesébe? Maugli, tényleg. Na, ő volt az, aki majmokat vert, nem? Vagy mi? Nem, az a Tarzan volt, nem? Nem, az olyan Maugli volt, amikor izé... Maugli nem verekedett. De verekedett majmokkal, nem? Nem. Tarzan verekedett majmokkal. Én úgy emlékszek. Nem tudom, srácok, írjátok, de volt, nem, a Mowgliban volt az a majom király, és akkor így volt ilyen kettrec harcok, vagy nem tudom mi. Haló majmok, jöttünk verekedni, ti itt vagytok? Na, hol a majom király, szerintem. Hol a majom király, viszont ez semmi amúgy vágat, az a vicc amúgy. Na, és az az óriás temető keresztelés Herobrine-nál, szalasz Herobrine. Most csak egyre bátrabb már Herobrine, már nem csak a szememben néz is oda teleportálni, hanem szemez velem. Menjünk a temetőbe, hát ott lakik a majom nekem király. Nekem cukornád, az kell, úgyhogy azért megyek. Jaj, megnézem a temetőt amúgy. Majom király, ebbe a temetőbe élsz? Hát? Ó, látok ott egy házat. Tényleg? Itt van valahol falu akkor? De egy faluház lenne. Nem tudom, én csak a temető... Miért lett este? Mi? Ez alatt mi van? Mi volt ez? Ó, itt valami atmoszféra blokkra léptem rá. Nem tudom. Érdekes volt. Ó, mi az Isten? Emerald blokk! Ó, ez a temető összekasznos. Mi volt ez a gyereknevetés? Na mindegy. Aranyblokk! Na kérem szépen, ez tök hasznos amúgy. El is rakom a hátizsákomba, ez mi? Szénblokk, fúj szénblokk. Elhozom az összes ágyat a faluból. Amúgy itt nevetnek a gyerekek. Miért? Mert találtál a falut végül akkor? Aha, mondtam is. Ügyes vagy, jól akkor. Jaj, gyerekek, ne nevessetek már, léci! Na. Szeretné alvatvért, hogy vigyek?
A még egyszer valamelyik gyerek rám nevet, ez mi? Ja, csak a virág miatt sebződök, jó van. Ha-ha? Adjál már, ne nevet. Na van, ez ennyi, itt nincs semmi. Ja, oda mentél, akkor gondolom, jó van, megyek. Ez mi? Csak a jön már megint a rombolós haver ide is. Rád megy? De jó, ez az rád megy. Mindig csak rád megy. Jaj, Istenem, te béna vagy. Inkább hajj meg gyorsan, azt estül rajta. Nem, elfutsz, jól van, addig szerintem, hogy mennyi búzáik, mert ebben jó sok kenyér lesz. Azért, hogy ez már eddig rémisztő volt, de most már nem tartom annak amúgy, most annyi tök általános. Hajrongó, le, menj meg! Egy csomó búzájuk, ennek örülök. Istenem, Zoli. Lehet harcolni az Iron Golemmel. Ó, Creeper, segíts már. Nem, mintha megölte volna. Jól van. Itt kiszedem a búzát, igazából lesz egy csomó búzánk, akkor végtelen kenyerünk lesz szinte. Csak legalább a falusiak tudnak szaporodni. Amúgy ez mi ez a hely itt amúgy? Hol? Ez a waypoint, azt ebbe aktiváltad? Akkor srácok, ide tudunk most a teleportálni. De menő, takarodj, ez nagyon menő amúgy. Akkor most ide tudunk teleportálni, srácok, bármikor, akkor szükségünk van rá. És amúgy ilyet tudunk is... NE! Az igen. Igazából srácok, ez tök hasznos, hogy mi is craftolunk majd egy waypointot, amit amúgy így lehet csinálni. Akkor igazából szinte bármikor ide tudunk teleportálni ebbe a faluba, annélkül, hogy igazából bármit csinálnom kellene. Szóval az tök menő. Milyen menő már itt az esti fény amúgy. Tökre bejön. Az ott... Zoli, az ott... Az Slenderman? Slenderman! Jön! Jó, rád megy ez is szerencsére, nem minden. Miért? Nem tudom, megadom én. Eltűnt. Még meg, és az, hogy ott van a haverod is amúgy. Ki? A szokásos haverod. Aki kiválasztottak tart téged. Aha. Az menő, itt van Slenderman. Még mindig itt van. Mi ez? Hol? Mögötted! Mindig vissza. Nem látom. Hát hallod ezt a hangot? Ezt a brr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 
Szóval most ha van elég búzánk, a waypointot beaktiváltuk, szóval itt az idő most van, úgyhogy izé továbbáljuk. Mit jön egy raid, de kit érdekel, nem? Ah. Itt a búzát készítettem, aztán kb. Ennyi volt amúgy. Ez a falu. Ezt a Slenderman nevén nem követ minket nagyon durván. Állj már le! Ó, megint itt van valami Slenderman. Au! Belém ütött! Olyan sokat sem ez, hogy fussunk már, hát ez... Oké, I'm out. Mindegy, legalább kenyérből van egy pár, annak örülök amúgy, és akkor tudok csinálni bráadát. Amúgy nagyon rossz idő van, mi a fene? Jó, oké, guys, akkor most már igazából kenyérből van bőven, most már tudjuk őket szaporítani elég durván igazából. Micsoda színes ágyrendszereik vannak itt, kérem szépen. Na, zabáljatok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, még kell 3. Jó van, most hagyj, ugye nem vetted fel a kenyerüket? Nem. Jó van, ajánlom is, hogy ne. Jó van, akkor igazából azért meg vagyunk, ügyesek voltunk. Úgy, Zoli, csináljuk meg a waypointot, amúgy izé kell hozzá, emeraldunk van, amnezit kell amúgy hozzá, azt vágod, meg endermeneket kéne ölnünk. Ó, ma két új kisgyerekfalusi is van, Zoli! Na. Nagyon jó! Bővül a család! Bővül, lassan már viszem fel őket amúgy, jól van. Akkor elindulunk lefele amúgy? Na szóval a cél az amnezit, ne felejtsük el. Itt, jó, meg ezek is kellenek, nézzel, ezek a lilák, nem tudom, láttam ilyet amúgy, ezeket is szedsz ki. Az azt sem tudom, mire jó. Hát majd a waypointhoz kell, mert itt van vas, de az most megveszek nélküle. De ilyen régi fajta vasblokk, ez elég menő. Miért azt tudom, hogy ametisztet találtam, de nem. Ja, ez viszont ezekek jönnek rám, menj már innen, hát. Ugye ez egy jel, hogy erre kell lásnom, guys. Mert itt lesz majd az ametiszt, érzem. Ő találta az élmet. Jaj, de megijedtem, ember! Gyere, ássunk ilyen félkeresztbe, hogy nem tudom, hogy valahol ássunk így random, aztán átlálunk ametisztet, vagy valamit amúgy így random. Mert amúgy így random, általában ilyen nem az szokott lenni most már így az 1.20, hogy a bányákban van, hanem így csak így random amúgy így itt lent, amikor így a tömegbe, szóval hát, ha itt a Deep State környékén találunk majd egyet, kettőt. What? Ja, itt van! Találtam. Én is! Mi, te hol vagy? Szerintem ugyanazt találtuk meg, nem? Gyanús. Ja, ó, az tele van! Te só, nagyon jó! Na, fullos, akkor az is megvan! Nagyon-nagyon jó. Akkor Zoli, kiszedés, akkor a waypoint az igazából már csak obszidián kell, meg ender pörlök, szóval este ölhetnénk pár enderment, jó? Amúgy igazából egy darab waypointhoz 4 darab kell, de akkor rakok mondjuk egyet a farmunk tetejére, hogy majd fel tudjunk oda teleportálni. Ja, én már kiszedtem 64-et.
Ja, akkor nem kell annyi, akkor zsa haza. Nézzük amúgy mennyien vannak már. Amúgy nagyon szaporodnak, Zoli, ez mennyi? 3 nagy, 6 nagy. Jó, amúgy a gyerekek felnőnek, meg ilyenek, akkor utána amúgy szerintem átviszem őket majd föntre. Akkor amondjuk, hogy várjuk meg az estét. Amúgy, ha most úgyis reggel van, én elkezdem bevinni amúgy a falusiakat föntre, amúgy úgy döntöttem. Eljött az ideje amúgy. Szóval, vagy nem, eljött annak az ideje, hogy elnevezzük a zombikat amúgy. Ez megcsinál a némtegeket szerintem. Mindjárt nézem, mi lehetne a legyen a nevük, ez itt a question. Haver, ez az egyik neve, ez az egyesével kéne elnevezni. Haver, Baver. Haver, várjál, haver, Baver. Baver. Izé. Haver. Micsoda? Haver. De haver már volt, haver, Baver. Haver, téve. Ja, taver. És kaver, nem? Kaver, jaj. Na jó, 4 zombit akkor felviszem. Hol van a titkos súnak, amit elraktam még valahova? Itt van, jól van. Na, jó van, akkor pont esteledik. Szóval itt az idő, hogy... Oh, kész, szóval megcsináltam a izét. Nagyon jó. Viszont most este szerintem foglalkozunk majd inkább azzal, hogy akkor te ölsz nekem izéket, endermeneket. Én meg keresek zombikat, akkor ezt felviszem ők. Ah, itt van egy haver, na, szálljál be. Jó, meg is az elsőnként jelentkezünk, irány föl és tovább. Hello, te nem is így néztél ki, mikor elkezdtek felhozni embert? Hogy változtál meg? A feje megváltozott, mi a picsa? Jó, mindegy. Te leszel Baver, az első számú Baverünk. Jól van, akkor irány kifele. Nem Baver az első. Tök mindegy, kit érdekel, csak menjünk innen, ne ütöges, válhagyjál békén, na. És ezt úgy kell majd megcsinálni, figyeljétek. Akartok lehet egy próplét, figyeljétek. Úristen. Úristen, ki ez a profi? Jézusom! Most bevágom azt, itt van a következő haverunk, gyere! Cíz, ki vagy te? Ki vagy te? Egyél egy Snickers, na gyere! Jaj! Jó van, megdobom kenyé, vagy megdobom kővel, Zoli, mit szólsz ez a... Mi ez a zene? Akkor összedob kenyérre? Várjál már! Mi ez a zene? What? Én megint zenéket hallok. Zoli, itt... Zoli, itt debel nekem a zombi, vágod? Mi van? Gyere ide! Nézd! Deb! Látod te is? Várjál, mi is tudunk! Nyugi haverom, hol van? Gyere, Zoli, debeljünk a zombival! Deb! Nyomassuk, spanom! Jól van. Ó, itt jön! Csak így tartja a kezét. Jól van, indulok felfele, hagyjad. Jól van, deves spanom, te leszel haver akkor, mert te debelti, ez az elég menő volt, nekem tetszett, nekem bejött. Na figyeljetek, srácok, ismét jön egy klácsos haver. Ezt hogy kéne? Figyeljétek. Jaj, elrontottam, jó, megint össze fog jönni szerintetek? Ne! Nem jött össze, vagy meg kell, akkor csinálom meg, most a klácsa jön össze! Mindegy, te vagy a következő, gyere szépen, így, ott a hullám, na mindegy, téged is felvisznek akkor a vizen. Jó, szerencsére vasszáltam, hogy elég tűrős. Na srácok, végre mind a 4 havernak, vagy kavernak, vagy minek van már most már neve, van most már élete. Itt az idő akkor megint egy jó klácsot tolni, most az jó klács. Easy, jó. Oké, szép volt, akit jönnek a zombik, az kit érdekel. Na Zoli, itt az idő szerintem, hogy elkezdjem majd aludjunk, létsz, és akkor felviszem a falusiakat is, jó? Mit szólsz hozzá? Jó. Itt az ideje szerintem, és akkor igazából tükegyesen megvagyunk. Most ez egy kis időben el fog telni pár napba, srácok, de megéri szerintem egy nagy farmot csinálni amúgy. Szóval alvásabb. Na, spanom, már itt egy vasgólem amúgy. Itt vagy dúl a love. Hol? Ja, itt már idején is szeretett volna, ugye az jó. Ami nem is értem, én nem ide csináltam a izét, na mindegy. Jó, oké, falusiak, it's time to go. Kérek mindenkit, hogy egyesével szálljon a csónakba, köszönöm, na indulás. 1 hour later. Hát igen, srácok, működik a farm, itt meg is halt egy izé. Kezdve már eléggé felturbóztuk, csak nem akartok nektek minden részt mutatni, mert gondoltuk udalmas az, hogy ezeket lefedjük, meg össze-vissza izé, becsillézünk, vagy töltsézünk mindent. A lényeg az, hogy felváltva, mindjárt látjátok, hogy valahol spawnol egy vasgólem. Felváltva spawnolnak itt a vasgólemek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyorsan. És meghalnak, és utána pedig abban az egy darab ládában, hogy az összes vas. Mindjárt remélem spawnol most már egy valahova. Várjál, mindjárt kell néznem. Működik? Vagy belemegy az összes vas amúgy? Jó van, várjál. Már 47. Azt a rohadt, az elég sok amúgy, egész sok. Mindjárt megmutatom, hogy tényleg... pont ugyanígy a spawnolt amúgy egy. Látjátok, szépen spawnolódnak a haverok. És itt igazából tökéletesen... működik 47 vas! És akkor tök jól megcsináltuk. Az utolsó dolog, amire igazából szükségünk van... Ez mi a picsa? Jó, jumpscare random. Jó, hogy szükségünk van mindenféleképpen amúgy egy...
egy ilyen teleportos haverra, egy ilyenre. Szóval gyere Zoli, menjünk át szerintem az Netherbe, és öljünk pár Enderman, mit szólsz hozzá, jó? Már a szükségünk van. Szóval ügyi-bügyik vagyunk, egy egész nagy vasfarmat sikerült összedobnunk, és gyakorlatilag igazából lehet, hogy elment rá a fél nyár, de legalább tényleg egy olyan szettünk van, amire büszkék lehetünk. Nem tudom, hogy amúgy akarok-e még izét, jó sok vasunk van, az nem rossz. Szóval csinálok egy, nem kell leaf-set, elég ennyi. Itt vagy Zoli, jössz, és akkor járd még a Netherbe, és szerzünk akkor Ender Pearl-t a waypointhoz, hogy majd fel tudjunk egyből teleportálni oda. Nether, amúgy! Elég betegen néz ki a Nether, mit nem mondjak haverom, beteg, beteg, beteg. Voltunk már a Netherbe, vagy csak megépítettük a portált, azt ennyi? Nem volt, nem voltunk. Mindegy, oké. Majd akkor kövi rész legalább meg tudjuk csinálni az enchantolós részt, és akkor majd lesz egy csomó, meg egy mob farmot is akarunk majd ősszel. Viszont egyelőre endermeneket kéne keresnünk, Zozó. Az ott egy Enderman erdő itt mellettünk, szóval egész jó. Komolyan, ilyen szerencsések vagyunk. Egész szerencsések vagyunk, igazából 4 darab Ender Pearl szem izére van szükségünk, ami nem olyan sok, szóval gyere! Hello! Világ, megjöttünk. Warped Forest, ez az. Ami ide is, amúgy majd lerakhatnánk a Fortress-t, ezek ide is amúgy majd egy ilyen waypointot. Keresünk Enderman kit, Enderman. Hú, sem mennyire lila, Jézus, amúgy jól néz ki. Endermanek, where are you? Ó, oh, Zoli, Endermaneket nem találtam, de megtaláltam pár a régi ismerőst. Ezt őket emlékszel még rájuk? Aha. Ők nagyon nagy arcok amúgy. Milyenkor már 2 izét jelez? Aha. 15 anomália van a közelben, 15 ilyen angyal. Aj, ne már. Azok azon, hogy vansatolnak, szóval öljük meg őket. 17. Mi jön a következő? Jó, ez eléggé nem jó. Már 17 anomáliát jelez a gép, 17 angyal van a közelben, 15, jó, erre kevesebb. Eltelleportált. Nagyon nem rám. Egy óceánba. És Zoli, hogy itt a Fortress is, vágod? Szép. Ah, itt is van egy, jó sok angyal van, mindegy. Zoli, merre vagy, én félek? 22 anomália! 23! Úristen! Körülvettek! Szétem. Körülvettek! Ah! 27! Úristen! Nagyon sok. És hogyha ezek követnek vissza minket, ez nagyon nem lesz jó. 27 anomália. Oké, okay, no para, no para, hogy már csak 25. 23, oké, okay, menjünk el, itt kevesebb, 20, oké. Okay. Jó, 20, egyre kevesebb, erre menjünk, 19, jó, nice, oké, okay, 16. De jönnek utánunk. Leszarom, nem érlek el, kevesebbet jelent. Hagyd egy Enderman legalább, várj, eszegölöm. Segítesz, léci. Aha. Ez a néző az anomáliákat, 16 anomália. Úristen, ott is vannak. Jó, csak dobjon szemet, azt haladjuk tovább. Dobott, dobott, dobott. Oké, holy crap! Oké, jól van. Jól van. 18 anomália megint. No way. No way. Ah, mi ez? Itt van megint egy Enderman, Zozó, segíts, 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 segíts. Oh, mi? Jó, nem tudom, hol vagy, mert sötétedik meg ilyenek. Úrsa, de nem látok. Várj, megölöm szerintem, ha nem halok meg. Jönnek az az anomáliák, de jó. Jézus, hogy sorba állnak, értem konkrétan. Ez is dobott, ez is dobott, ez is dobott, ez is dobott! Úristen, Zoli, mennyi van már itt? 18! Itt vagyok! Úristen, jó, nagyon sötét van, gyere erre, itt vagyok, nézd! Kicsit jobban látok, csak szürkén még mindig, ne enged, hogy lássan! Még kell kettő szem, vagy egy szem kell, egy szem kell, egy szem kell, egy szem kell, ez dobja, dobott! Vissza! Jó. Go home, go home, go home! Gyorsan! Na guys, tudok csinálni waypointokat elméletileg, ez kell brickstone, kell hozzá, Zoli, szedsz 3 obsidiant, könyörgöm, légy szers, addig megcsinálom a többit, jó? Megint én! Jó, de többit csinálom, noni, cibizina, közben megnézem, hogy hova raktad a... Ja, itt vannak, jól van, oké, okay, nevermind, nevermind. Ezt megcsinálom, és akkor kell hozzá igazából ez a Warpstone, oké, okay, Warpstone-t megnézzük, hogy tudok-e csinálni. Nem tudok Warpstone-t csinálni, miért nem tudok Warpstone-t csinálni? 4 szem, egy smaragd, és amnezit. Tehát megvannak. 4 szem, egy smaragd, és 4 amnezit.
Itt van, nem tudom miért nem adta ki mindegy, Warpstone pipa. És akkor, hogyha ezek kiégnek végre, akkor elméletileg... Jó, tudok egy ilyet is csinálni, nagyon jó. És ez annyi az egész akkor, hogy... ja, akkor segítek neked is obszidiánt szedni, jó? Segítek neked is obszidiánt szedni, gyere. Jó. Itt alakult ki egy ebetű. Közben olyan segítettél, amúgy én megszereztem a 3 obszidiánt, de gondolom, te megint egész nap afkoltál. Jó, hát egészségedre. Jó, van. Na, megcsinál a Warpstone-t, ja, ez nem ez kell. Amúgy mi, mert megint itt van valami? Nem, most nulla detected, jól van. Okay. Nézzük akkor meg azt mondjuk, hogy ez mi ez a virág? De menő, itt nőtt egy virág amúgy. Ahogy kell akkor nekünk a Warpstone, most meg tudom szerintem csinálni, Warp. Ez hogy kell, várjál? Ja csak ennyi, hogy ide jön 3 obszidián, ide jön ez, és köré pedig jön az a cucc. Yes! There is it, nagyon jó, nagyon is köszönöm, és lerakom ide. Most akkor lerakok mondjuk ide egy Warpstone, olyan helyre rakom, mondjuk ide! Ahol most nem fog bejönni senki, és enter Warpstone name, home, ez lesz a neve, vagy ház, ez lesz a neve, vagy ház. Done. És akkor elméletek most, igen, és ez... Oha, el tudok teleportálni az előző faluba. So good. Jó, akkor másikat pedig felviszem a farmra, Zoli. It's so good, bro. Rendben, menjünk, akkor felviszem a fentire. Jó, tényleg, ó, ez jó. Nagyon menő. Várjál, felúszok, és akkor vizet el is tudom állítani. Jó! Megjöttem! Várjatok! Okay. Ez kár volt fél blokkokkal tele rakni, de mindegy. Rakok mondjuk egyet ide. Ez azt mondja, hogy form. Okay. Jó, igen. Hát ez itt lesz, mindegy. És itt, hogy elméletek, most elállíthatom a vizet amúgy. Jó, nézzük meg! És akkor elméletek... ház! Nagyon jó! És... Okay, ház, form. Nagyon jó! It's so good! Nézzek, most el tudok oda venni. Form. És akkor látom is, hogy úzsam, hogy józsokvasat termelt a haver. Ja, nekem nincs beklémelve, fel kell mennem oda. Jó, vagy gyere fel akkor, gyere. Ház! És akkor itt is vagyunk. De menő, ez amúgy tetszik, ez tetszik. Viszont hogy ez az utó... Mi volt ez a hang? Ja, csak hogy ezt hallom. Jó, ebből majd még párat amúgy csináltak, szóval majd kitaláljuk. De esetre most aludjunk szerintem, ez úgyis az utolsónak. Milyen tudok aludni? Mi történik? Mi az Isten ez? What the hell? 43-an vannak itt! Szedik szét a házat, Zoli! Követtek minket! Azt hiszem, a Netherből követtek minket! Jézusom! Azt a mindenit! A tetőn is mindenhol ezek bejött, vannak! Bejött! Az... Jézusom, 43-an vannak! Mászok a tetőn, meg mind azt a mindenit! Úristen! Jó! Amúgy mi? Amúgy közben ízén sikerült végigolódnunk, és ősz van! Kidobott a virág, ez mi? Elteleportáltam, hogy mi történt?